Remek időben indultak neki a kalocsai és kiskörösi jogászok, orvosok az egymás elleni párharcnak. Először tenisszel kezdtek, majd egy foci meccs zárta a vetélkedést. Ez egy sportprogram, Kiskörös és Kalocsa között, ez már évtizedes hagyomány. Most teniszmeccsek zajlanak, ilyenkor páros meccseket játszunk 2-től 4-ig, aztán 5 órától pedig a futballmérkőzés kezdődik. Aztán a harmadik félidő az egy vacsora formájába kerül megrendezésre. Évente 2 alkalommal van ilyen program, egyszer itt Kalocsán, akkor a kiskörösiek, a vendégek nyilvánvalóan. Én egy kicsit ilyen kettős helyzetben vagyok, én ugye most a Kiskörös csapatában szerepelek, de valójában én kalocsai vagyok. Aztán pedig Kalocsajon át Kiskörösre. Most ez megfordult itt a Covid helyzet miatt, egyébként ez még tavasszal kellett volna, hogy lebonyolításra kerüljön ez a kalocsai forduló, úgyhogy majd most a tavaszi kerül Kiskörösön megrendezésre. Sajnos évről évre csökken a résztvevők létszáma, ezért tiszteletbeli jogászokat és orvosokat is hívnak. Alapvetően egy baráti társaság. Orvos, jogász, tenisz, illetve fociként van ez gyakorlatilag meghirdetve, de olyan szinten kopnak a csapatokból a jogászok, úgyhogy most már ilyen tiszteletbeli jogászok és orvosok is vannak itt köztünk, úgyhogy ez inkább már tényleg ilyen baráti összejövetelként fogható föl, mert annak örülünk, hogyha ki tudnak állni a csapatok, és hát nyilván mindenki jó ízűen sportol egyet. Kezdetektől dr. Kálóci Norbertet, a Kalocsai Járásbíróság elnökét kérdeztük. A kezdetek kezdetén, körülbelül 21 évvel ezelőtt az ötletadók egy jogász, orvos focit álmodtak meg és hoztak össze. Aztán itt a két csapatnak a Kiskörös és Kalocsa vonatkozásában is az összetétele változott erőteljesen. Most már nem ragaszkodunk annyira. Orvos kevésfé van jelen a csapatokban, inkább jogászok vannak jelen. A foci kibővült az utóbbi években a tenisszel is, és ebben a két sportágban mérjük össze a tudásunkat nagyon keményen. Míg a tenisz tét nélkül zajlik, addig a futballmérkőzés győztese egy vándorserleget vihet haza. Vándorserleg lett honosítva körülbelül 10 évvel ezelőtt, és hát ez a vándorserleg sajnos azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben inkább Kiskörösön lakozik, kevésbé Kalocsán, de ez alapvetően a focihoz köthető. Ez a vándorserleg, vándorkupa, a teniszre még így nem alapítottunk vándorkupát. 2 órától indult itt a teniszpályán, az Egyesület teniszpályáján a tenisz, ott már a mérkőzések lezajlottak, és most 3:45-től 3:45-ig miénk itt a műfüves pálya, itt egy 2x20 perces foci meccset fogunk lejátszani, aztán természetesen ettől hosszabb harmadik félidő pedig majd a Judit vendéglőben fog következni. A kalocsai csapat hálóőre dr. Filvik Géza volt.